Figyelem! Jobbról egy soros! Jobbról egy soros! Jobbról egy soros! Állj! 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 Teljes felszerelésben, alakzatban indult a büntetés végrehajtás műveleti csoportja, hogy felszámoljon egy háromfős ellenálló egységet. A felszámolás ezúttal csak gyakorlat volt, amelyet Balaton-Lellén hajtottak végre a szakemberek. A munkát ezúttal Hérosz és Nazgul segítette. A két szolgálati kutyának fontos szerepe van az ilyen eseteknél, mondja Pálinkás András. Egyrészt egy kényszerítő eszköz, ami teljes joggal az összes többi kényszerítő eszköz közé besorolható, ami a rendvédelmi szerveknél rendszeresített. Másrészt pedig egy olyan eszköz a szolgálati kutya a kezünkben, amely megvédi a kutya vezetőjét, illetve a műveleti csoportnak a tagjait. És harmadrészt pedig a kutyának azért van nagy szerepe, mert bármelyik másik kényszerítő eszközzel, vagy akár a fegyverrel ellentétben egy szolgálati kutya irányítható, vezethető és visszahívható, ha szükséges, és nem okoz olyan sérülést esetleg, mint egy fegyver. A büntetés végrehajtási szervezet oktatási, továbbképzési és rehabilitációs központja először szervezett intézkedés taktikai szemináriumot, amelyre más országokból, például cseh, szlovák, román, lett és lengyel szakemberek is érkeztek. A résztvevők egymástól tanulva sajátíthatták el, hogy milyen eszközöket és módszereket kell alkalmazni egy-egy fenyítés során. A különböző országok büntetés végrehajtási intézeteiben eltérően járnak el, ezt is megosztották egymással. Kényszerítő eszközök használata más, is más fajták, úgyhogy abba is eltérés van a használatban. De nagyon jó, mert így a magyar kollégákkal is átvettük, hogy mi jobb, mi rosszabb. Úgyhogy egy értelműen jó az, hogy itt részt vettünk ezen a szemináriumon. A kétnapos továbbképzésen számos elméleti és gyakorlati feladatot végeztek el a résztvevők. A cél, hogy a munkájuk során minél jobban tudják alkalmazni az itt tanultakat.